Szilva, bár országos átlagban a közepesnél gyengébb termés várható, Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében kielégítő a termés jelenlegi állapota. Elkészült az új bejárat, megnyitották a forgalmat az északi temető Korányi úti kapujánál Nyíregyházán. Gyors hajtókra vadásznak, akár 300 ezer forint bírságot is fizethet az, aki a héten fennakad a rendőrség közlekedés rendészeti ellenőrzésén. Bár országos átlagban a közepesnél gyengébb szilvatermés várható, Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében kielégítő a termés jelenlegi állapota, ez derült ki a Fruit Web és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös felméréséből. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A prognózis szerint 40-50 ezer tonna között lesz az idei termés, ez nagyjából 15 ezer tonnával kevesebb a tavalyi szezon hozamánál. Alig pár hét van hátra a szilva szüret kezdetéig, így már egész pontosan megbecsülhető, milyen mennyiségű és minőségű termést hoznak a fák. Az országos 5800 hektárból nagyjából 1600 hektárnyi ültetvény található Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. A Fruit Web és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közösen elkészített prognózisa szerint a gyümölcsfák kondíciójára továbbra is hatással van a tavalyi aszály, de a tavaszi fagyok is okoztak károkat. Észak-Kelet Magyarországon azonban jobb a helyzet, mint az ország más részein. Nagyon sok szilvaültetvényben tapasztalták azt idén, különösen az ország középső részében és Dunántúlon, hogy jó volt a virágzás, úgy tűnt, hogy jó a kötődés, majd a virágzás után 3-4 héttel egyszerűen csak eltűnt a szilva a fáról, és maradt egy nagyon gyenge termés, ami a rossz terméskötődésre vezethető vissza. Mindez most nagyjából azt a képet adja ki, hogy szilvatermés szempontjából két részre szakadt az ország. Észak-Kelet Magyarországon, ahol a szilvatermő területünk szűk fele van, Szabolcs vármegyével az élen, egész jó a termés, fajtától, ültetvénytől függően közepes és jó minősítést kaphatnak az ültetvények, viszont a többi jelentősebb termesztő körzetünkben, mint Pest és Bács-Kiskun megye, valamint a Dunántúl, kifejezetten gyenge, egyes esetekben legfeljebb közepes szilvatermést látunk. Apáti Ferenc hozzátette, a közepesnél a gyengébb hozam várhatóan azt eredményezi, hogy a termés kétharmada kerül ipari felhasználásra, és egyharmad lesz a friss piaci étkezési szilva mennyisége. Az elmúlt egy hónapból úgy láttuk, hogy az árak viszonylag kedvezően alakulnak, a tavalyi fölött pár százalékkal. Az ipari szilva ára jellemzően a 90 és 150 forint közötti sávban mozgott, a lekvár vagy más nem olyan szigorú minőségi követelményeket támasztó feldolgozóipari ágazatok 90-110 forint körüli áron vásároltak, a konzervipar, a hűtőipar, amely majdnem a friss piacihoz hasonló minőségi igényeket támaszt a szilvával szemben, 120-150 forint közötti áron vásárolt, de a szezon legelején még 200 forint körüli ipari szilva árakat is láttunk. A friss piaci árak a 200 és 300 forint közötti ársávban mozogtak, természetesen mindezek alatt értve nettó termelői árakat. A szilva ágazatban egyébként fokozódó problémát jelent, hogy egyre kevesebb a fiatal ültetvény, és évről évre csökken a termőterület nagysága. A termelőknek ráadásul a munkaerő hiánnyal is meg kell küzdeni, egyre többen térnek rá a gépirázású szüretre, így a gyümölcs egyre nagyobb százalékban kerül ipari felhasználásra. Megnyitották a forgalom előtt a Nyíregyházi északi temető Korányi úti kapuját, a bejáratot július elején átépítés miatt idéglenesen lezárták, a felújítással az autósoknak irányonkénti be- és kiléptető rendszert alakítottak ki. A gyalogosok és a kerékpárosok a kapunál egy sávon közlekedhetnek, ezért ezen a szakaszon a biciklit tolva lehet csak haladni. Elkészült az északi temető Korányi úti bejárat a Nyíregyházán. A beruházásra azért volt szükség, mert a látogatók mintegy 80%-a ezen a kapun közlekedik. Baleset veszélyes volt, nem volt elválasztva a gyalogos forgalom, a gépjármű forgalom, de most ez látszik, hogy ez külön van választva. Kérjük, hogy aki kerékpárra jönnek, a gyalogos forgalomba tolják a kerékpárt, és nagyon fontos ez az új beléptető rendszer, igazán ez jelentett a legnagyobb költséget. Ugye egy bővítés történt, a Korányi úti sávot is kiszélesítettük,
és itt teljes biztonsággal jöhetnek majd az ide látogatók. A rendszer rendszám felismerővel is rendelkezik, tehát a bérleteseknek automatikusan nyílik, akik jegyet vesznek, azoknak még most manuálisan kell megvenni. Ez a sáv maradt a gyalogosoké és a kerékpárosoké. Utóbbiak pedig ezen a pár méteres szakaszon a biciklit tolva közlekedhetnek csak. A csapórúddal ellátott irányonkénti be- és kiléptetést jelzőlámpák irányítják. A tervek szerint a rendszert a közeljövőben tovább fejlesztik. Ezzel a beruházással megteremtettük annak az alapját, hogy ne a belépéskor kellessen fizetni, hanem kilépéskor. Ez most, ameddig a második, a Pazonyi úti bejáratunk nem kerül kiszélesítésre, és ott nem kerül felszerelésre a beléptető rendszer, ez ebben a formában nem tud működni, ezért használjuk a régi bevált módszert, hogy a belépéskor jegy megvásárlásával be lehet lépni, illetve a bérletesek, mozgáskorlátozott bérlettel rendelkezőknek pedig, amennyiben regisztráltak a temetkezési KFT-n, akkor automatikusan fog nyílni a sorompó. Az északi temető Korányi úti bejáratának fejlesztése 16 millió forintba került. A beruházás összegét az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozta. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hétfőtől visszavonta a tűzgyújtási tilalmat az Alföldön. A döntés Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun, Szolnok, Hajdubihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti. A Nébik Erdészeti Hatóságának és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának szakmai állásfoglalása szerint az erdő avar szintjét is átnedvesítő mennyiségű csapadék elérte az alföldi vármegyéket is. Az elmúlt napok esőzései és az előrejelzések szerint csökkent a tűzkockázat, így a következő napokban nem lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Azt ugyanakkor megjegyezték, hogy erdőterületeken továbbra is kizárólag a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyeken szabad tüzet rakni, de erdőn kívül is fokozott figyelemmel kell eljárni. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy a tüzet sosem szabad felügyelet nélkül hagyni, valamint távozáskor gondoskodni kell a biztonságos eloltásról is. Közúti közlekedésrendészeti akció indult hétfőn országszerte, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A vasárnapig tartó ellenőrzések során a gyorshajtókat igyekszik kiszűrni a rendőrség, a 4-es főút teljes hosszán számíthatnak sebességmérésre az autósok. Gyorshajtás esetén a bírság összege elérheti a 300 ezer forintot. Roller és autó ütközése után helyszíneltek a rendőrök július végén Nyíregyháza belvárosában. Pár nappal később a búzatéri piac közelében kerékpárost gázolt egy kanyarodó gépkocsi, ugyanitt a közelben másnap is hasonló baleset történt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szakembere szerint a felhívások és büntetések ellenére sem lassulnak a közlekedők. Az elmúlt időszakban nagyon sok volt a kerékpáros baleset a vármegyénk útjain. Itt megjelentek a gyerekkorúak, akik mint elkövetők szabályszegéseket elkövették, és ezáltal lett anyagi káros vagy személyi sérülésre balesetek. A rendőrség adatai szerint a legtöbb balesetet még mindig a gyorshajtás és az elsőbség megadásának elmulasztása okozza. A rendőrkapitányság a balesetek visszaszorítása érdekében augusztus 7-e és 13-a között közlekedési akciót hajt végre, amellyel idén is bekapcsolódik a 2023-ban 10 időpontra meghirdetett, egész Európát érintő összehangolt ellenőrzésbe. A Roadpol, a közlekedésrendészeti, a európai közlekedésrendészeti szervek hálózata által egy nemzetközi akciósorozat éves szinten, ez folyamatosan minden évben ismétlődik, mindig más-más szempontokat ellenőrzünk, illetve más-más tevékenységet. Most például a sebességellenőrzés ez a hét, ennek fogjuk szentelni. Ez országosan is, Magyarország is csatlakozott hozzá, és vármegyénk is természetesen. 7-től 13-ig tart ennek az akciósorozatnak a végrehajtása. Itt a vármegye területén 8 rendőrkapitányság, illetve egészségügyi területével a kollégák a saját területeken dolgoznak, illetve a vármegyei forgalomellenőrző alosztály, közlekedésrendészeti osztálynak forgalomellenőrző alosztálya is szintén tevékenykedik. Itt ebben az akciósorozatban gyakorlatilag, ami a vármegyében található 9 darab VHKKP eszköz, illetve a 5 darab mozgó sebességmérés alkalmas eszköz, azt bevetjük, és akkor ezekkel az eszközök ellenőrzek a kollégáim. A
ellenőrzés során a lényege, hogy a mozgó sebesség ellenőrzésnél nem csak a sebességet tudjuk ellenőrizni, hanem a dinamikus mozgás közben elkövetett egyéb szabályszegéseket is. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a sebesség határ átlépése mellett például egy záróvonalas kihágást is elkövet, akkor abban is el fognak járni az intézkedés során, tette hozzá Koncz László. A gyorshajtási tételek minimum 30 és maximum 300 ezer forint között alakulhatnak. A mostani akció egyik érdekessége, hogy a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitánysággal együttműködve a 4-es út teljes szakaszán lehet számítani sebességellenőrzésekre. Így ugyanaz az autós egy útszakaszon akár több gyorshajtási csekket is összegyűjthet. Bereg Daróczon 23. alkalommal szerveztek kenderes fesztivált, a rendezvény a Vidék Szelencéje értékek és hagyományok generációkon át című program keretein belül valósult meg. A látogatók a koncertek mellett kiállításokat tekinthettek meg, és természetesen a kender feldolgozás folyamatába is bepillanthattak a kézműves termékek utcájában. A település központjában helyi különlegességekkel díszített életképek fogadják az ideérkezőt. A kender termesztésének már leginkább csak hagyománya van Bereg Darócon, hiszen a haszonnövény napjainkban elvétve található meg a földeken. A daróci asszonyok viszont még mindig ápolják a vászonatta lehetőségek igen sokszínű hagyományát és a feldolgozás technológiáját is. Igazából ez egy kenderes fesztivál nevezetű dolog lesz. Most ugye 23 éve folyamatosan van ez a rendezvény. Egy helyi görög parókus hozta létre, Dalanics Zoltán, igazából a kender és a vászonvirágnak, vagyis a vászon termesztésnek az egész múltját mutatta be, és ez így hagyománnyá alakult. Emellé meg sok-sok egyéb dolgot sikerült most beszerveznünk a Csutkai Csaba kiállításával kezdve, egy kisebb filmvetítés magáról erről a Bereg Darócon élő asszonyok, akik létrehozták és csinálják ezt, annak egy kis filmjét, azon kívül itt van mindenféle kézműves kiállítás, termék árusítása és bemutatása, úgyhogy lényegében ennyi. A nap egy filmvetítéssel kezdődött, melyben viszont láthatták magukat a helyi asszonyok, ugyanis a Lubi Margit pedagógus néprajzkutató életét feldolgozó filmben alkalmuk adódott bemutatni a kenderkészítés folyamatát. Mi úgy gondoljuk, hogy a Lubi Társaságnak a feladata és térkitűzése a szatmári Lubi generációknak a épített és szellemi örökségét felkutatni, láthatóvá tenni, és mivel az egyik, azt gondolom, ikonikus alakja a Lubi családnak a szatmári ágon belül Lubi Margit volt, ezért úgy gondoltuk, hogy egy örök emléket szeretnénk állítani neki egy ismeretterjesztő filmmel. Nos, tavaly készült el ez a filmünk, és hát milyen kicsi a világ, vagy mégis milyen nagy, és mi minden belefér, amikor színhelyeket keresünk és vegyük úgy szereplőket ehhez, ami általunk írt és létrehozott filmhez, akkor nem csak Szatmárban gondolkodtunk, hanem pont adó kapóra jött számunkra egy itteni kenderes rendezvény, amely keretében az éppen akkor szépen nipi viseletbe beöltözött asszonyok voltak azok, akik a mi filmünkben a Lubi Margit népi iparművészettel vagy népi művészettel és textil készítéssel kapcsolatos soraihoz illusztrációkat is tudták biztosítani. Eljöttünk ide, a tájházba, ahol gyakorlatilag bemutatták a szövésnek és a fonásnak a munkálatait, jókedve énekeltek, és mi ezeket a kockákat beletettük a filmbe. A beregdaróci vászonvirág, melynek minden része természetes anyagból készül, és a beregi keresztszemes hímzés részét képezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárnak. A Vidék Szelencéje értékek és hagyományok generációkon át című program ezeket a mai kor emberére hagyott kincseket igyekszik ápolni, hiszen a környezetünkben fellelhető nyersanyagok mindig is a paraszti élet részét képezték, az öltözködéstől az építkezésig. Úgy gondoltuk, hogy ha már Bereg Darócon is ez a hagyomány élt, akkor igyekezzünk ezt újjáéleszteni, és ez 2000-es évek elején történt meg. Itt mindenképpen el kell mondanom Dalanics Zoltán görögkatolikus parókusnak a nevét, aki akkor került Bereg Darócra, és összeszedve a fiatalokat, meglátta a lehetőséget a kenderhez kapcsolódó hagyományokban, illetve az ehhez kapcsolódó termékek kitalálásában. Így indult el a kenderes fesztivál, és hát már valóban 23 évet megélt, és a fő cél az pedig az volt, hogy bemutassuk azt a sokszínű növényt,
és a kenderfeldolgozásnak azt a hagyományos folyamatát, amely a kender elvetésétől, a kender törésétől, az áztatástól egészen a feldolgozásig eljut odáig, hogy hogyan lesz a kender magból vászon. És hát nagyon örülünk annak, hogy ebben mindig voltak segítőink, és azt a tudást, amely a helyi asszonyokban, a helyi erőben benne volt, azt pedig meg is tudtuk mutatni, és a mai napig sokan vannak még köztünk, hál' Istennek, akik ezt az örökséget ápolják és tovább viszik, és hát bízunk benne, hogy fiatalok is lesznek majd, akik ebbe bekapcsolódnak. A program részét képezte még Csutkai Csaba jelképek című kiállításának megnyitója is. A tárlat előreláthatóan még hetekig megtekinthető Berek-Darócon. Egy pontot szerzett második bajnoki meccsén a Nyíregyháza Spartakusz, Timár Krisztián együttese Tiszakécskén lépett pályára, és a találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. A Spari vasárnap a Budapest Honvéd csapatát fogadja Balmazújvárosban. Az élmezőnyt célozza meg a vármegyei első osztályban szereplő újfehértói futballcsapat. A továbbra is Piskóti Zsolt által irányított együttes már saját pályáján fogadhatja az ellenfeleket. Az újfehértó a nyitó fordulóban szombaton Csengerben lép pályára. Az előző idényben két fordulóval a bajnokság vége előtt, még a tabella élén állt az újfehértói futballcsapat, végül azonban a második helyen zárt a Piskóti Zsolt által irányított együttes. Tette ezt úgy, hogy valamennyi mérkőzését idegenben játszotta a Fehértó, mivel a sporttelep építése miatt tégláson volt a hazai pálya. A vezetőség elégedett volt a szerepléssel, így maradt a szakmai stáb, és a csapatot is sikerült egyben tartani. Az első és legfontosabb célunk az volt, hogy egybe tartsuk a tavalyi csapatot. Nyilván a végén csúsztunk el sajnos a bajnoki címről. A fiúkkal egyébként elégedettek voltunk, az sikerült is egyben tartani a csapatnak azért a nagyon nagy százalékát. Ugye a távozókat igyekeztünk pótolni, így érkezett a Barnusz Gergő, a Barta Károly, és a Nagy Dávid, akiknek ugye jelentős múltjuk van a felnőtt futballban, és fiatalok csatlakoztak még be a munkánkba, több helyi játékos, az Urd Dániel, a Nagy Rajmond, a Mitelkó Bence. Mint a csapatkapitány elmondta, már nagyon várták, hogy végre saját pályájukon fogadják az ellenfeleket. Hatalmas öröm számunkra, hogy végre átadják ezt a létesítményt, és tényleg hazai környezetben játszhatunk, mint szerintem minden mérkőzésen nagyjából ennyi néző várható, azért a nagyváros újfehértó, szeretik a focit itt. Tényleg adott minden most a jó szerepléshez, reméljük, hogy tudunk is jól teljesíteni ebben a szezonban. Az elmúlt 10 évben szerintem az egyik legerősebb megyei bajnokság lesz most. Nagyon jó igazolások voltak mindenhol, szerencsére mi is tudtunk erősíteni. Hát ilyen 6-7 csapat lesz szerintem, aki ott az élmezőnyben fog harcolni a dobogós helyezésekért. Remélem mi is közöttük leszünk. Pallai Gergő szavai egybecsengenek az edző szavaival, aki szintén az élmezőnybe várja csapatát. Továbbra is az a célunk, hogy meghatározó tagjai legyünk a megyei egyes mezőnynek. Azon belül, hogy ebből mi sül ki, azt gondolom, hogy ott egy kicsit már sok minden befolyásolja ezt. Úgyhogy ugyanúgy szeretnénk az élmezőnybe lenni, és minél több meccset nyerni. A vármegyei első osztály nyitó fordulójában az Újfehértó szombaton Csengerben lép pályára. A további párosítása következő: Vásárosnamény Nyíregyháza Spartakusz 2, Nyírmegyes Nyírbéltek, Mándok Nagykálló, Máté Szalka, Nagyecsed, Nyírbátor, Tarpa, Ibrány Kállósemjén és Kótaj Kemecse. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Irányonkénti be- és kiléptető rendszer, rendszámfelismerő, közös gyalogos és kerékpáros sáv. A tervezetnél korábban készült el a Nyíregyházi északi temető korányúti bejárata. A fejlesztés egy hónapig tartott, a beruházást 16 millió forintos önkormányzati forrásból finanszírozták. 40-50 ezer tonna között lesz az idei szilva termés, ez nagyjából 15 ezer tonnával kevesebb a tavalyi szezon hozamánál. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kielégítő a termés jelenlegi állapota. Ez derült ki a Fruit Web és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös felméréséből. Akár 300 ezer forint bírságot is fizethet az, aki a héten fennakad a rendőrség közlekedés rendészeti ellenőrzésén. Hétfőtől vasárnapig országszerte így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is igyekszik a gyorshajtókat kiszűrni a rendőrség. A 4-es főút teljes hosszán számíthatnak sebességmérésre az autósok.
Augusztus 7-én hétfőn a Kölcsei televízió híradóját látták. Jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden jellemzően gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű több órás napsütéssel, nyugat felől délután magas szintű felhőzet is érkezik. Az északkeleti határ mentén egy-egy zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 23 fok között valószínű.